Köszöntöm nézőinket, önök a híradót látják, elsőként nézzük a tartalmat röviden. Tűzoltó parancsnokság több esethez is riasztották a helyi egységeket a hétvégén. Barcsai díj. Csörgő Tamás, Görbe Alexandra és Mányoki Ádám kapta meg a kitüntetést a 2021-es évre. Kiket nevezünk keltáknak, dr. Tankó Károly, a Magyar Régész Szövetség elnökének előadása. Több balesethez is riasztották a szentendrei hivatásos tűzoltókat a hétvégén. Szombatra virradóra kigyulladt egy gépkocsi egy családi ház udvarán Leányfalun a Tavasz utcában. A tűzoltók kiérkezésekor az autó teljes egészében égett. A tűz a lakóházat is veszélyeztette. A lángokat a leányfalui önkéntes és a szentendrei hivatásos tűzoltók eloltották, megakadályozták a tűz tovább terjedését, majd visszahűtötték a felhevült fém alkatrészeket. Aznap délután műszaki mentésben is részt vettek a helyi egység tagjai. Az útról lesodródott, majd fás, bokros területre hajtott egy személygépkocsi Visegrádon a Panoráma úton. Az autó 3 méter mélyre csúszott, csak a fák tartották, a sofőr önerőből elhagyta a gépkocsit. A helyi önkéntes és a szentendrei hivatásos tűzoltók átvizsgálták, rögzítették a járművet, majd csörlő segítségével az úttestre visszavontatták. Kiosztották a barcsai díjakat január 14-én pénteken a Vajda Múzeumban. A 2021-es évben Csörgő Tamás, Görbe Alexandra és Mányoki Ádám nyerték el a kitüntetést. A nyertesek portfóliójából készült válogatást január 30-áig tekinthetik meg az érdeklődők. Minden évben Barcsai Jenő születésének évfordulóján, január 14-én osztják ki a Barcsai díjakat. A festőművész szellemi örökségéhez fűződő szakmai elismerést a 35 év alatti pályakezdő művészeknek ítéli oda a Barcsai Jenő képzőművészeti alapítvány kuratóriuma, melynek az alapító Konya Ferenc is tagja. 1989-től adjuk ki a Barcsai díjakat. Tulajdonképpen Barcsai Jenő halála évében, az 1988, Jenő bácsinak a húga létrehozta a közérdekű közhasznú felajánlást. Akkor még nem volt divatban az, hogy bejelenteni egy alapítványt, hogy azon kell, hanem ez létre lett hozva. Erzsike néni 1 millió forinttal indította ezt a díjosztást. Na most már többször a tévében elmondtam, hogy van egy Barcsai díj és egy Barcsai jutalom. A Barcsai jutalmat kapják a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanulói, és a Barcsai díjat pedig kapják a fiatal pályakezdő festőművészek, akik a 35 évet még nem töltötték be. Január 11-én lett a Képzőművészeti Egyetemen átadva a Barcsai jutalom. Ez évben 5-ön kapták meg a Barcsai jutalmat, akik átvették a Borsos Miklós által készített krispasztikát, mi pedig átadjuk a Barcsai díj, azaz azt jelenti, hogy a Csíkszemélyi Róbert által készített krispasztika. A pályázatra jelentkező művészek munkáit a kuratórium tagjai, Aknai János, Kossuth díjas festőművész, Pereznai Péter és Baksai József munkácsi díjas festőművészek, Konya Ferenc alapító és Feledi Balázs művészeti író, kuratóriumi elnök bírálják el. Minden évben nagyon változó, hogy hány jelentkezőnk van. Maximum volt a 60. És körülbelül a 40 és a 60 között ingadozik a jelentkező. Mivel a díjazásunk az minden évben ugye megtörténik, és most már kinőtte magát, úgyhogy már határon túl is ismerik ezt a lehetőséget. Legutoljára 6 országból jelentkeztek a Barcsai díjra. Szép számú Barcsai díjazottunk van Erdélyből. Sajnos azt kell mondjam, hogy se Felvidék, sem pedig a délvidékiek nem jelentkeznek olyan szép számba, hogy így mondjam, azok közül, akikből ki lehetne választani egy olyan díjazottat, aki igen megérdemli, megkapja a Barcsai díjat. Ezt azért mondom, mert
ha többen jelentkeznek, lehetne kiválasztani a közülük is. 1989 óta összesen 84 Barcsai díjat, a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanulóinak pedig közel 250 Barcsai jutalmat osztottak ki. Nagy öröm számunkra, hogy Jenő bácsi születésének évfordulója az azt jelenti, hogy a mai nap minden év január 14-én osztjuk ki a díjakat, és ugye, amint említettem, hát most ez a 122. évfordulója a Jenő bácsi születésének, és örömmel tudom mondani azt, hogy az idén is 3 díjazottunk van. Ugye itt, ha körülnézünk, akkor látjuk a munkájukat. Az idén is nagyon nehéz volt kiválasztani, mert nagyon közel állt most 5. És akkor az 5-ből kellett 2-t kiejteni. Hát ugye ilyenkor mennek több kör egyiknek, másiknak, és akkor itt bizony azért a művészek egyik a másikával ottan vitatkoznak, ameddig közös nevezőre jutunk, és akkor úgy döntjük el, hogy most hány díjazottunk is legyen. A 2021-es év díjazottjai Csörgő Tamás, Körbe Alexandra és Mányoki Ádám lettek. A nyertesekről hosszas viták eredményeként döntött a kuratórium. Bizonyos szempontból az ízlés is közrejátszik, de természetesen az első a szakmai színvonal. És ugye az is nagyon lényeges, hogy mi nem azt kívánjuk, hogy valaki bármilyen módon Barcsai formáit vigye tovább, olyan módon fessen, ahogy ezt Barcsai tette, hanem egy magas színvonalat, ami a szellemiségében kötődik ahhoz, amit Jenő bácsi képvisel. És ilyen értelemben leszűkítettünk egy bizonyos pontig, és onnan tovább már nagy viták eredményeképpen történt meg a kiválasztás, de én úgy gondolom, hogy nagyon jó ez a hármas. Nagyon érdekes abból a szempontból, hogy ketten a Magyar Képzőszi Egyetemen diplomáztak, de a harmadik, a kolléganő, a Görbe Alexandra, ő Pécsen szerezett diplomát. Ez nagyon fontos, hogy nem Budapest-centrikus döntés, és az még nagyon izgalmas, amit örömmel osztok meg önökkel, hogy a két férfiú, akik a Képzőszi Egyetemen diplomáztak, nem festőszakon szerezték a diplomát, hanem grafika az egyik, képgrafika a másik, tervezőgrafika szakon. Ugyanakkor, ahol most éppen vagyunk, látjuk, hogy nagyon festőileg dolgozik Mányoki Ádám, de Csörgő Tamás kifejezetten grafikai karakterű munkákat ad be. Ez is bizonyítja azt, hogy mi tulajdonképpen a minőséget tartjuk legfontosabbnak, és ilyen értelemben ez a változatosság, ez az új döntés ezt bizonyítja, hogy végül is egy jó döntés született. A Barcsai díj célja, hogy támogassa a feltörekvő fiatal festők szakmai útját, akik tehetségükkel, alázatukkal és szakmai igényességükkel tűnnek ki a kortársaik közül. Azért nagyon fontos, mert egyrészt Barcsai Jenő nevét ébren tartja, tehát a felejtés az nagyon kíméletlen, még abban az esetben is, hogyha nagyon komoly művészeti teljesítmény van valaki mögött, és ez az ébrentartás egyik módja, hogy mindig beszéljünk Barcsairól, beszéljünk az anatómiájáról, ezáltal beszéljünk a festészetéről. De a másik végletet mondom, hogy ennek a díjnak rangja van, és tulajdonképpen visszatekintve most már a több mint 30 éves történetre azt látjuk, hogy a adott kuratóriumok mindig jó döntéseket hoztak, mert azok a művészek később, ugye itt mindenképpen 35 év alattinak kell lenni, de később nagyon jeles pályákat futnak be, és mindig föltüntetik a saját életútjuk adatai között, hogy Barcsai díj, ez is ennek a rangját bizonyítja. Barcsai díj 2021-es nyerteseivel hosszabb összefoglalót láthatnak pénteken 19 óra 20 perctől Művészváros című magazinműsorunkban. A kelták és a helyi őslakosság keveredése kitűnik a régészeti leletekből, temetkezési szokásokból. Ez tulajdonképpen változatos színezetet adott az egységes kelta műveltségnek. Ebben a témában nyílt kiállítása a Ferenci Múzeumi Centrumban szombaton, amikor egy előadást is hallhatott a közönség. A késő vaskor folyamán nyugat felől több hullámban érkező fegyveres csoportok szállták meg a Kárpát-medencét, amely hamarosan a balkáni hadjáratok kiinduló pontja lett. A Krisztus előtti 5. században így élt egy nép a Kárpát-medencében, a kelták. Alapvetően a keltákról fogunk beszélni,
Ugye a kelták azok a Krisztus előtti 5. század és a időszámításunk kezdete között itt a Kárpát-medencében élt nép, és az ő tárgyi emlékanyaguk fog ma bemutatásra kerülni az előadás formájában. A történelem egyik döntő része ez az időszak. Hogy miért fontos ismerni ezt a századot, azt is megtudhattuk. Azért fontos tudni, mert ez a, igazából az első olyan népcsoport volt, amely majdhogy nem egész Európát elfoglalta, és ilyen módon az egész európai kultúrának egy nagyon fontos időpillanata volt ez a vaskorban. És hát ez a kultúra jelentősen meghatározta a későbbi fejlődés irányát. A kultúra és az életmód volt a legmeghatározóbb a kelta nép életében. Elsősorban az életmódjukat szeretném reflektorfénybe helyezni, olyan módon, hogy egyrészt a települési területeket fogom bemutatni, másrészt pedig a tárgyi kultúrájukat. Tehát azokat a kézzelfogható régészeti leleteket, amelyek sírokból, illetve településfeltárásokból kerültek napvilágra. Hát részben a saját kutatási eredményemet szeretném most itt közreadni, másrészt pedig és elsősorban az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem, mint intézmény, amely ezeket a kutatásokat lehetővé tette. Prezentáció, képek és adatok tették még érdekesebbé a tárlat megnyitóját. Különböző források vannak az ókorban a keltákról, egyrészt a rómaiak által leírott szövegek, illetve másrészt a görögök által, görög szerzők által született művek, és ilyen szempontból ki kell hangsúlyozni azt, hogy amit mi ma keltának nevezünk, az gyakorlatilag megfeleltethető a rómaiak által galnak nevezett népcsoportnak, tehát a gal, a kelta, illetve a kis-ázsiai galata meghatározás ugyanarra a népcsoportra utal, tehát ez a három nép gyakorlatilag mind azt a etnikumot foglalja magába, amit ma keltáknak hívunk. Tehát az 1800-as évek második felében igazából egy svájci lelőhelyen került elő nagy mennyiségben elsősorban olyan vas, tárgy, vaseszközök, eszközleletek, amelyek alapján aztán a kutatás, a régészet korai időszakának a kutatásának a fényébe került ez a népcsoport. Méghozzá olyan módon sikerült azonosítani a keltákat, hogy egyrészt ezeknek a fémtárgyaknak a kapcsán, amelyekhez hasonló fémtárgyak aztán előkerültek Itáliában, illetve más európai lelőhelyeken, és aztán gyakorlatilag ezeket lehetett a keltákkal azonosítani. És akkor még arra térnék ki, hogy a régészet a keltákat latin kultúra néven határozza meg, ennek a svájci lelőhelynek az alapján. Tehát az első olyan lelőhely, ahol azonosítani lehetett a keltákat, az a svájci latin tó partján volt, és ezért a régészet latin kultúra néven nevezi ezt az emlékanyagot. A történelem iránt érdeklődőknek kiváló lehetőség volt meghallgatni az előadást, ugyanis rengeteg érdekes adatokkal és információkkal találkozhattak. Hát a célközönség gyakorlatilag mindenki, tehát mindenki, aki érdeklődik a történelem és a kultúra iránt, és hát itt erre az előadásra most elsősorban azokat a lelkes önkénteseket várjuk, akik a múzeum munkáját évközben is támogatják, illetve hát itt elsősorban Szentendre város polgárait látjuk szívesen. A régész szakma azon túl, hogy érdekes és nem mindennapi, rengeteg lehetőséget rejt magában, legjobban a nyomozók munkájához lehet hasonlítani, itt azonban a múlt tárul fel a szakemberek előtt. Nyilván elsősorban a találás öröme az, ami leginkább az embert motiválja régészként. Másodszorban hát a múlt megismerésének a lehetősége, illetve hát ezt gyakorlatilag a régészetet azért bizonyos tekintetben egy olyan munkának is fel lehet fogni, mint egy nyomozó munka, tehát ahol megvannak azok a bizonyítékok, ami alapján aztán fel lehet építeni történeteket, különböző narratívákat, tehát a múlt eseményének a történéseit lehet rekonstruálni a tárgyak által. Tehát én mondjuk a saját szempontomban olyan szerencsésnek érzem magamat, hogy az a hobbim, ami a szakmám, és ilyen módon ezt a munkát végezni se esik az emberek nehezére. A szakmában büszkeség töltheti el a szakembereket egy-egy lelet feltárása és kutatása után.
Igazából pont a késő vaskor területén végzett kutatásaimra, de természetesen régészként egyéb általános olyan feladatokat is el kell látni, ami mondjuk nem feltétlenül az a szűk szakterület, amely az embernek az érdeklődésének a fókuszában áll. Előadó és önkéntesek munkája révén jöhetett létre az esemény. Én igazából egy meghívott előadó vagyok itt ennek a kiállításnak az apropója kapcsán, de ugye két hétig még nyitva ez a kiállítás, ami elsősorban az önkéntesek támogató munkája eredményeképpen jött létre. Tehát az a Közösségi Régészeti Egyesület, amely támogatja a Ferenci Múzeumi Központ munkáját, az ő kutatási eredményeik kerültek itt most a kiállításon bemutatásra, úgyhogy mindenkinek ajánlom figyelmében, mert tényleg még két hétig látogatható. Kegyetlen harcosok vagy békés földművelők, keleti kelták a sírleletek tükrében. A kiállítás az elkövetkező két hétben látogatható, a pontos információkat a Ferenci Múzeumi Centrum hivatalos honlapján olvashatják. Karácsony Gábor illusztráció Goethe Faustjához 1976-tól 80-ig címet viseli, az a kiállítás, amely holnap nyílik az Új Műhely galériában 18 órakor. Karácsony Gábor a 20. századi magyar képzőművészet egyik legsokoldalúbb alkotója volt. Író, műfordító, filozófus, orientalista, környezetvédő és nem utolsó sorban festő és grafikus. Grafikusi életművének egyik legnagyobb műve Goethe Faustjának illusztrálása volt. A kiállítást megnyitja Bellák Gábor, a Karácsony Gábor Archívum és Kutatóműhely főmunkatársa, a kiállítás kurátora. A szervezők sok szeretettel várnak mindenkit. Híradónk végén a várható időjárásról. Kedden sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Még sokfelé élénk, erős lesz az északnyugati szél. Hajnalra keleten, északkeleten és északon ismét -8-10 fok köré hűlhet a levegő. Máshol enyhébb lesz a reggel, kora délután pedig 3-8 fokot mérhetünk. Adásunk végén következzenek kiemelt híreink, röviden még egyszer. Több balesethez is riasztották a szentendrei hivatásos tűzoltókat a hétvégén. Kiosztották a Barcsai díjakat január 14-én pénteken a Vajda Múzeumban. Karácsony Gábor illusztráció Goethe Faustjához 1976-tól 80-ig címet viseli, az a kiállítás, amely holnap nyílik az Új Műhely galériában. Ez volt mai hírmagazinunk, a Szentendre ma. Híradóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Szentendrét, mert hamarosan kezdődik a 7 embere című magazinműsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu/TV Szentendrén. Emellett pedig a közösségi oldalakon is megtalálhatnak bennünket. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!